AOA5551 AOX típus jelzésű önállóan beépíthető Electrolux sütő. Egy 74 literes űrtartalommal ellátott modell. Az új szériának megnövelték a belső méretét az előző 50 literhez képest. Lényegesen nagyobb lett ezáltal a benne lévő tepsik mérete, mind szélességében, mind pedig mélységében. Ezáltal nagyobb mennyiségű ételt is tudunk benne egyszerre készíteni. Mindenképpen egy hasznos funkció. Két tepsi, illetve egy sütőrács az alaptartozéka a készüléknek. Egy oldalvezető sínen van megvezetve, 5 tepsi magassága, ahogy látjuk. Illetve a készülékhez alaptartozékként jár egy teleszkópos sütősimpár. Ezt a sütősimpárt bármelyik tepsi magasságra, az oldalvezető sínre fel tudjuk pattintani, tetszőlegesen áthelyezhető, amelyiket éppen használni kívánjuk, oda tudjuk fel rögzíteni. A készülékhez jár egy elektromos szonda, ez az étel belső maghőmérsékletét képes mérni. Itt kívül tudjuk csatlakoztatni magát a szondát a készülékhez, a másik felét pedig egyszerűen az ételbe beleszúrva méri a belső hőmérsékletet, a kijelzőn pedig meg is jeleníti azt nekünk sütés közben. A készülék háromszoros üvegezésű sütőajtóval van ellátva. A három üvegrétegnek köszönhetően a külső üveg felülete kevésbé forrósodik át. A belső üveglapokhoz pedig hozzá tudunk férni úgy, hogy ezen a felső műanyag panelen ezt a kis bordázott részt mindkét oldalon egyszerre benyomjuk, le tudjuk venni róla ezt a műanyagot, és innentől kezdve könnyen hozzáférünk a belső üveglapokhoz, egyszerűen tudjuk takarítani azok mindkét oldalát. A készülék A-20%-os energiaosztályba sorolást kapott már, köszönhetően az új típusú ventilátornak, ami egyenletesebben eloszlatja a belső levegőkeringtetést, a belső hőmérsékletet, ettől tud takarékosan üzemelni. A belső felület, mind oldalfelülete, mind a teteje, illetve a hátsó lapja egy úgynevezett katalitikus bevonatot kapott. Ez működés közben elnyeli a zsírgőzt, a zsírpárát, így semlegesíti a szennyeződést. Ennek köszönhetően a manuális takarítást tudjuk megspórolni a belső felületen. A baloldali sülyeztet gomb kiengedésével ki tudjuk választani a sütőfunkciókat, illetve ahogy látjuk magát a sütőtér világítást is. Tehát rendelkezik egy hőlégbefúvással a készülék, egy úgynevezett pizzasütési funkcióval, alsó-felső sütéssel együtt, van egy külön kapcsolható alsó sütésünk, kiolvasztás Mirelit tárúhoz, felületpirításra alkalmas grill funkció, egy nagy teljesítményű átsütésre szolgáló grill funkció, illetve egy infragrill, amivel egy grill csirkét tudunk például elkészíteni. A másik sülyeztet gomb alatt tudjuk kiválasztani a sütőfunkciónk mellé a használni kívánt hőmérsékletet, illetve középpen pedig egy elektronikus programóra van. Itt be tudjuk állítani nem csak a működési idejét a sütőnknek, hanem előre programozni is tudjuk, annak megfelelően, hogy mikor kapcsoljon be, illetve mikor kapcsoljon ki a készülék. Külső üvegfelület el van látva egy úgynevezett újlenyomatmentes bevonattal, tehát a rozsdamentes felületen nem látszik meg semmilyen újlenyomat, illetve az enyhébb szennyeződés, ez megint csak a takaríthatóságát könnyíti meg a készüléknek. Illetve kapott még egy mechanikus gyerekzárat, ezt ha kihúzzuk, akkor ez blokkolja az ajtót, nem lehet kinyitni. Ugye, ahol kisgyerek van, ott ez egy nagyon hasznos funkció tud lenni.